Köszöntöm a 60 televízió nézőit, ez a 60-ikum, amelyben olyan embereket mutatunk be önöknek, akiknek a jelenléte és munkássága nélkül szegényebb város lenne 60. Itt vagyunk kint a Görbeéri lőtéren, a Görbeéri lőtér történetét, és azon keresztül pedig Ács Ferencet ismerhetik meg jobban. Tartsanak velünk! A Görbeéri lőtér 60 külterületén a Sóderos tó mellett található. A létesítmény 2007-ben került kialakításra, meséli Ács Ferenc tulajdonos. A szigorú versenyszabályoknak megfelelő lőtér több pályával is rendelkezik. A fő irányvonal pedig az, hogy a koronglövő sportolók itt megtalálják a színvonalas gyakorlás és versenyzés lehetőségét. Azonban kezdetben teljesen más céllal indult el a Görbeéri lőtér története. Ferenc a 90-es évek óta egy vagyonvédelmi céget is irányít tulajdonosként. A saját lőtér gondolata azért született meg, mert a törvények szerint a fegyveres vagyonőröknek időről időre kötelező lövészeten kellett részt venniük ahhoz, hogy a szakmájukban dolgozhassanak. Az országban akkor még kevés olyan lehetőség volt, ami a maroklő fegyveres lövészet gyakorlását biztosította volna, így Ferenc úgy döntött, hogy saját pályát épít. Legelső az az volt, hogy egy környezettanulmányt kellett végeztetni. Az akkor még úgy hívták, hogy Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi Hatóság. Talajmintától a madárfészkekig, vannak-e védett madarak, a hanghatásoktól elsősorban, tehát zajszintmérésektől kezdve, lőirányok, biztonságos lőtávolságok, minden. Ezeket el kellett végeztetni, és még több szakemberrel, és igazságügyi fegyverszakértő által kellett megterveztetni ezt a lőteret, és hát a hatóságokon keresztül, több hatóságon keresztül, hogy ez engedélyeztetni. Ez egy viszonylag hosszú és bonyolult folyamat volt, de végül megkaptuk az engedélyt erre, és megépült a pisztolylőtér. Mivel akkoriban még kevés lőtér volt Magyarországon, az új lehetőségnek gyorsan híre ment, így más vagyonvédelmi cégek munkatársai is szívesen jöttek gyakorolni az úgynevezett szituációs lövészetet. Később pedig már nem csak a vagyonőrök, hanem a maroklőfegyverrel lövő sportolók is rátaláltak a helyre. Közöttük voltak olyanok is, akik sörétes fegyverrel is rendelkeztek. Tőlük jött az ötlet, hogy létesítsenek egy úgynevezett háromtusa pályát, hiszen a lehetőségek adottak voltak. A három tusa az ugye egy speciális magyar sportszám, lövő sportszám, és országos bajnokságokat rendeznek belőle. Itt jött közben a Fülöp Laci bácsi, aki már nincs közöttünk sajnos sok éve. Ő egy nagy nevű sörét lövész oktató volt. Jött és mondta, hogy ő szívesen betársulna ebbe a dologba, mint oktató. Ő segítségével és az ő kapcsolatai segítségével kinyomoztuk, hogy hát hogy is néz ki egy háromtusa pálya, mert hogy erre nem volt semmilyen szabályozás, még akkor leírva így egybe. Igazságügyi fegyverszakértővel megterveztettük egy újabb környezettanulmány eljárást követően a háromtusa pályát, és akkor hát megépült. De ha már ilyen komplexum épül, akkor kell, hogy legyen egy klubház is. Ezért nekifogtunk és felépítettük ezt a faházat, ahol most beszélgetünk. Ebben az időben még csak egy szűk baráti kör inspirálta a lőtér fejlődését, azonban a klubház által nyújtott lehetőségek tovább növelték a közösség létszámát. A lőgyakorlatok között alkalom nyílt arra, hogy egy kicsit leüljenek beszélgetni, mindeközben pedig családiassá vált a tagok közötti kapcsolat. Valaki felvetette, hogy Feri bácsi, te vendéglátós voltál valamikor, nem akarsz nekünk főzni valamit? És akkor elindult egy ilyen program, hogy Feri bácsi főz valamit, verseny. Mindig hoztak valami alapanyagot, én megfőztem a pörköltet, jöttek délelőtt, lőttek egy nagyot, délután leültünk, itt megebédeltünk, elbeszélgettünk, és kialakult egy ilyen törzstársaság. És így lett egy sportkörből egy baráti társaság. Így lett egy nagy baráti társaság a sportkörből. Megalakult ugye a sportegyesület, akkor már ugye hivatalos körülmények között tagjai lettünk a Magyar Sportlövők Szövetségének, a Magyar Korongvadász Szövetségnek, akkor még így hívták. Akkor jöttek azok a koronglövő sportlövészek, hogy hát három tusapálya jó, rendben van, de hát mi a helyzet a parkour lövészettel?
a Sportinggal, meg a Compact Sportinggal. De ezek akkor már bejöttek Magyarországra, vagy ezek igen, új? Igen, nem, nem volt már, akkor nem volt teljesen új. És ezek mit jelentenek pontosan? Mert egy sok idegen szót mondtuk itt most hirtelen, nem biztos, hogy mindenkinek ez világos, hogy ezek mit jelentenek ezek a szavak. A parkolólövészet az ugye abban különbözik a három tusától. Van egy pálya, ahol a korongok meghatározott pályán mennek állandóan, kivéve a trappot, és a lövész változtatja a lőállásokon a helyét a korongokhoz viszonyítva, és úgy kell eltalálni. De hát ez nem annyira látványos, és nem annyira érdekes, mint a sporting, illetve a compact sporting. Ez a parkour lövészet, ez már több géppel történik. Egy pályán minimum 6 korongdobógépnek kell lennie. Vannak szabályok, hogy legyen benne, ami elmenő, van, ami bejövő, balról jobbra, jobbról balra, és hát még tovább lehet variálni. Na most ezek lehetnek laposan repülő, magasan repülő, földön guruló, úgynevezett nyúlkorongok. Tehát egy jóval változatosabb terepet biztos. Egy nagyon változatos, nagyon érdekes és nagyon látványos korongvadászszám. Ezt jobban szeretik a lövők, mert hogy sokkal közelebb áll a vadászathoz, a vadászati élményhez, illetve annak gyakorlásához. És nehezebb is. Nehezebb is nyilván. Nehezebben begyakorolható, mint egy skit lövészet, ahol a korong mindig ugyanazon a pályán repül. Elkezdtek inspirálni, hát megépítettünk még 5 pályát mellé, és akkor azóta csináljuk ezeket a versenyeket is. Ekkor a görbeéri lőtéren kívül még 3 olyan pálya létezett az országban, ami hasonlóan magas szintű felszereltséggel rendelkezett. Így időközben még többen érkeztek, hogy kipróbálják, milyen gyakorolni, vagy akár egy megmérettetésen részt venni az új lehetőségek között. Volt olyan év, amikor 21 versenyt sikerült megszervezniük a sportlövők számára. Magyarországon az én megítélésem szerint jelenleg körülbelül 400 sportlövő van, akik söréttel lőnek. Abban az időben még olyan 150 volt körülbelül. Annak ellenére mi ilyen 80-90-110 fős versenyeket rendeztünk. A versenyek száma már lecsökkent, hiszen az évek során nagyon sok lőtér épült. Régen még Dunántúlról, Győrből, Nyíregyházáról, Békéscsabáról, Csongrádról is jöttek lövők. Ma már nem, mert egy hétvégén az országban van 3-4 verseny, és hát nem fognak utazni 150-200 kilométert egy versenyért. Így még ezzel a évente 6-8 versennyel, amit szervezünk, még így is 80-90 fős versenyeket tudunk rendezni. Ezzel segítve a vadászoknak, mert ezeknek a sportlövőknek nagy része vadász. Ferenc maga is vadászik, ezért kiemelten fontosnak tartja, hogy a vadásztársaságok tagjai legalább az idény előtt elővegyék a fegyverüket és gyakoroljanak, mert a puskák biztonságos kezelése csak akkor valósulhat meg, ha a lövész szinte ösztönszerűen ismeri és kezelni is tudja a fegyverét. A lőtér tulajdonosa azt is elmesélte, hogy sokat vadászott már Magyarországon, azonban a legkülönlegesebb élmény az volt a számára, amikor Afrikában is lehetősége nyílt a vadak nyomába szegődni. Azonban Ferenc soha nem lőtt gepárdra vagy oroszlánra, mert ahogy mondta, csak olyan állatra vadászik, amelyet el lehet készíteni a konyhában. Az úgynevezett nagykúdú trófeája a lőtér klubházában van kiállítva. Az afrikai vad elejtésének a története így szól. Ez az állat egy ilyen 400-450 kilós testsúlyú állat, nagyon fürge, nagyon jó a látása és a hallása. Nem egyszerű becserkelni. Reggel korán elindultunk, és jött velünk egy Bushman nyomkövető. Egyszer jelzett a sofőrnek, hogy álljunk meg, és mutatott előre 3-500 méterre lévő hegyoldalban, hogy ott van valami. Mindezt szabad szemmel látta. Aztán mi elkezdtük keresni ezt az valamit, és a távcsőben semmit nem láttunk. Csodálkoztam, hogy látta a Bushman ezt így, mikor 70-en megyünk a földúton, és ott áll fölöttem. És akkor azt mondta a vadászható, hogy hát ő Bushman. Ez volt a magyarázat, hogy ő Bushman. És hát észrevette, hogy a nap megcsillant az állat szarván. És ez neki elég volt, hogy tudta, hogy ez milyen állat, és hogy ez olyan, amit mi keresünk. Leszálltunk az autóról, és akkor gyalog elindultunk annak irányába, ahol megmásztunk egy nagy hegyet, akkorát, mint a Gyöngyösi Sárhegy, ahol már azt gondoltam, hogy én ott meg fogok halni a fáradtságtól.
egyszer a Busman jelzett, megálltunk, és ott volt a nyoma, a gőzölgő széklet. Másnap reggel újra kezdtük, már autóval messzebbre mentünk, és onnan folytattuk, ahol az előző nap abba hagytuk. Egyszer nagy távolságban megláttuk, sikerült becserkelni olyan távolságra, ami ahonnan már biztonságosan meglőhető. Az mit jelent egyébként? Mennyire kell ilyenkor közel menni? Nagyon közel nem tudunk menni, tehát 200 és 300 méter közötti távolságokból lőjük ezeket az afrikai vadakat. Nagyon hamar észrevesznek, tehát ugye egyrészt ezek nem apró állatok, magasak, jóval, fölötte van a fejük a zajnövényzetnek, ami nem túl magas. Tehát egyik bokortól a másikig átosolni akkor lehet, mikor az állat leteszi a fejét a fűbe és eszik, akkor gyorsan átszaladunk a másik bokorhoz, és ott várunk megint. Előfordult, hogy negyed órát egy helybe térdeltünk. Miután elértük a biztonságos lőtávolságot, vadásztató kitette a bokor mellé a lőbotot, és mondta, hogy lőj. És akkor mondtam, hogy hát, mert szerintem messze van, mondta, hogy lőjél nyugodtan. Nagyon pontos lövésre van szükség, úgyhogy a korábbi lövészeti tudományomat össze kellett szedni, és hát büszkén mondhatom, hogy valamennyi afrikai vad, amit lőttem, az tűzbe rogyott. A leghosszabb, a legmesszebbre az óriási ávor antilop ment 8 méter. Az izgalmas vadászkalandok után én is úgy éreztem, hogy jó lenne kipróbálni magam élesben, a lőtéren. Ferenc többfajta fegyvert is kihozott a pályára, amelyek között több legendát is megismerhettem. Kint vagyunk egy lőállásban, ráadásul egy olyan lőállásban, ami általában ugye a marokk lőfegyverhez kapcsolódik, de ide most hoztunk magunkkal egyébként másfajta fegyvereket is, hiszen ennek a bemutatónak az a lényege, hogy megmutassunk egy-két olyan legendás fegyvert, amik között akár még régen, ugye, mint ahogy beszéltük, a Clint Eastwood filmek kapcsán is találkozhattak már esetleg a nézők. Milyen fegyverek vannak itt kint, éppen mik azok, amiket kihoztunk? Hát egy jobbról egyesével szépen, amit először a kezembe veszek. Ez egy 9 mm-es Walther P99-es marokk lőfegyver. Ez egy kombat fegyver, nem céllövő, nem sportfegyver. Ezt kifejezetten önvédelmi, illetve taktikai célokra használják. Az országban, amikor megjelent a Walther P99-es, ez volt az első darab, amit behoztak az országba, és ez az a büszkeségem, hogy ezzel én rendelkezem. Amikor ezt kihozta a Walther fegyvergyár, akkor a Kaliber című fegyverekről szóló szaklap azt írta róla, hogy a világ fegyvergyárai árgus szemmel figyelik a Walther fegyvergyár újításait, ha másért nem, akkor azért, hogy tudják, hogy a következő évben miről fognak koppintani. Ami itt van mellettem, ez egy igazából hivatalosan marokk lőfegyver kategóriának van nyilvántartva, mert hogy ez egy félautomata öntöltő lőfegyver, 919-es Luger lőszerrel működik, viszont karabély formát adtak neki, állítható hosszúságú tussal, elől egy nagyon masszív fogást biztosító kiképzéssel, és válva véve ezt a fegyvert, ezt nagyon hatásosan lehet taktikára alkalmazni, taktikai lövészetre alkalmazni. Ez a fegyver nem nyílt irányzékkal van felszerelve, bár lehet nyílt irányzékkal is lőni, ha leszereljük a red dotot, hanem egy olyan optikai célzó berendezése, ami elektromos, ha bekapcsolom, akkor megjelenik egy piros pont benne, és ahova a piros pont néz, az oda fog lőni. És hát itt van ez a legendás lőfegyver. Igen, ez egy nagy legenda. Igen, ez mi, igen. Akár ugye a Clint Eastwood filmekből is ismerős lehet. Igen, ő a 357-es Magnum. Hát ő egy kis kézi ágyú. A lőszer összehasonlításban, ha csak megnézzük, ez egy Magnum lőszer, ez meg egy átlagos 9x19-es lőszer. Ha egymás mellé helyezzük ezt a kettőt, akkor lehet látni a méretéből fakadóan. Már méretéből fakadóan, és lehet látni a töltett különbségét. És hát lövés közben is lehet hallani. Ez egy nagyon erős csattanás, amikor ezzel lövünk, amikor a Magnummal lövünk, akkor meg szinte detonál. Ez egy tipikus megállító önvédelmi fegyver.
A legendák bemutatása után először Ferenc mutatta meg, hogyan működnek a fegyverek a gyakorlatban. Miután a lőszerek betárazásra kerültek, felvettük a fülvédőket, mindezek után pedig eldördülhetett az első lövés. Először a James Bond filmekből már jól ismert maroklőfegyvert láthattuk működés közben. Ezután a szintén 9 mm-es taktikai puska következett. Végül pedig a Clint Eastwood filmekből jól ismert revolver hangját hallhattuk meg. Mindezek után átvehettem Ferenc helyét a lőállásban. Először a Walther pisztolyát próbáltam ki. Majd a taktikai fegyvert is elsüthettem. Bár a céltárgyak pár méteres távolságban voltak, találatot csak néhányszor sikerült elérnem, így saját magam is megtapasztalhattam, mennyire összetett művelet egy sikeres lövést végrehajtani. Mindezek után átsétáltunk a koronglövő pályák egyikére, ott már a sörétes fegyverek vártak minket. Nekem olyan, mintha itt lenne a legtöbb ilyen kilövőállás, a legtöbb lőállás, stb. Hol vagyunk most pontosan, ez melyik pálya? Ez a pálya egy Compact Sportingra berendezett korongvadász pálya. Itt arról szól a dolog, hogy a lőállások előtt félkörívben 6-8 korongdobó gépet helyezünk ki különböző távolságokra. Ezek a korongdobó gépek mindegyike egy típusú korongot dob ki, más-más típusú korongot dobnak ki. Itt van is az asztalon egy pár, ezt meg tudjuk egyébként nézni, meg megmutatni. Igen. Tehát ugye elsősorban itt, hogyha hirtelen ránéz, az ember azt látja, hogy vannak narancsárgák is, van egy fekete. Igen, hát ezen kívül még sokféle van, amit most idehoztunk. Ez egy úgynevezett normál korong, a legtöbb gép ezt dobja ki, de van itt olyan korongunk is, amit mi úgy hívunk, hogy rabbit nyúlkorong. Ez gurul a földön, amikor a gép kidobja. Vannak itt ilyen szuper mini korongok. Ez azért fontos a méretbeli különbség, hogy egy kicsit megtéveszti a lövőt, amikor repül a levegőbe, hiszen a kisebb korongot távolabbinak gondolja az agyunk. Aztán vannak ilyen speciális korongok, mint ez a batű, amelyiknek az a tulajdonsága, hogy amikor kirepül a gépből, élével repül, és csak egy bizonyos távolság után a légellenállás következtében fordul be, tehát nem a géptől kirepülve nem látja a lövő, csak valahol a térbe megjelenik, és ezáltal meglepetést okozva a lövőnek. Meg kell találni a korongot, hirtelen fel kell ismerni a pályáját, és úgy eltalálni. Tehát ez igazából változtatja a röppályáját, hogyha jól... Hát a pályája ugyanez, mindig ugyanaz, csak az elején nem lehet látni. És aztán a légellenállástól függ, a szél az nagyban befolyásolja, hogy hamarabb, vagy kicsit később mutatja meg a felületét. Így van. És pontosan. Akkor lehet már ugye rácélozni, és ugye megpróbálni eltalálni. Még egy picit térjünk vissza ehhez a pici koronghoz. Tehát itt egyébként is egy laikus szemnek, egy laikus embernek ez egy elsőre talán egy megoldhatatlan feladat lehet, hogy nem egy statikus lőcélra kell lőni, hanem ráadásul egy arra, ami a levegőbe repül. Ugye értem én, hogy sörétes puska, és azt is, hogy ugye nem úgy megy a golyó, mert nyilván szétterül, de hogy ezt a nagyon picike kis korongot, amikor még ráadásul irtózatos sebességgel is megy a levegőben, ezt hogy lehet eltalálni? Az a titka az egésznek, hogy körülbelül ugyanakkor eséllyel lehet eltalálni ezt a korongot, mint a normál korongot, ha elég tapasztaltak vagyunk. Ugyanis a méretbeli különbségnek az a lényege, hogy becsapja egy kicsit az agyunkat repülés közben. Amit kisebbnek látunk, arról azt gondoljuk, hogy távolabb van. De egy nehezebb is célozni rá akkor, nem? Éppen ezért, ha kisebb. Nem a célzás. Kisebb nem a felület. Nem a célzás nehezebb. A röppályáját és a sebességét nehezebb megállapítani. Felbecsülni. Így van. Hiszen ha azt gondoljuk, hogy messzebb van,
vagy aki azt gondolja, hogy nincs ez olyan nagyon messze, viszont gyorsabban repül, mint a normál korong, akkor más előtartást kell alkalmazni. Tehát ide föltétlenül kell a tapasztalat. A koronglövészetben éppen ez a varázsa, hogy minden korong, minden gépből kidobott korong, még a normál korongok is, mivel a gépek állíthatóak horizontálisan, vertikálisan, ezért, és mi variálunk is vele, minden versenyen másképp dobnak a gépek, ezért két egyforma pálya nincs. A korongok után a második legizgalmasabb eszköze ennek a sportágnak, és hát mi most másodszorra beszélünk róla, de egyébként szerintem az első legizgalmasabb eszköz, ez maga ugye a puska, ugye a sörétes puskák. Itt, hogyha jól látom, akkor egy bizonyos színvonalbeli skála is fel lett vonultatva, ugye itt 5 puska található, és innen haladva egészen a végig, ugye nekem itt az az érzésem, hogy itt minőségben, színvonalban is, minőségben is van különbség. Van-e olyan különbség mondjuk a jobb oldalon és a bal oldalon elhelyezkedő puska között, mint hogyha mondjuk egy Opel Astrából egy Rolls-Royce-ba ülnék, az a kérdés? Igazából nincs. Tehát azt mondom, hogy azt szoktuk mondani, hogy teljesen mindegy, hogy milyen lőfegyverrel teszünk lövést, ha annak a mérete megfelelő és megfelelően tudjuk kezelni, akkor, hogy a te példáddal éljek, az Opel is ugyanoda visz, ahová a Rolls-Royce. Igazából a találati pontosság szempontjából nincs olyan nagy jelentősége. A jelentősége annak van, hogy ki áll a puska végén és mit csinál. Ebből adódik az eredményesség. Ez egy Bettin Zoli puska. Ez azt a célt szolgál itt a lőtéren, hogy az ideérkező amatőrök, akik most tanulnak lőni, vadászvizsgára készülnek, vagy csak szeretnék kipróbálni a sörétes lövészetet, akkor ezeket a puskákat kapják kezükbe. Különböző méret azért van, mert a tus hosszúságuk más. És a sörét, eredményes sörétlövészet alfa és omegája, hogy a lőfegyver mérete az a lövőhez passzoljon. Tehát egy jó fegyver elsősorban arról ismerszik meg, hogy a lövő testarányaihoz megfelelően illeszkedik. Így kényelmessé, könnyedebbé válhat általa a lövészet. Ferenc azt is elmondta, hogyan lehet eltalálni a levegőben egy gyorsan szálló korongot. A célzásnak a technikája az egy viszonylag komplikált dolog. Az alapvető dolog az az, hogy tételezzük fel, egy balról érkező korong esetében a fegyverrel nem kell visszaállni a gépre, nem kell odaállni, hanem oda kell állni a csővel, ahol majd meg fogom lőni a korongot körülbelül. Majd onnan visszanézve és egy keveset visszahozva a puskacsövet, figyelem a korong indulását. Amikor elindult, akkor már középtájon utolérem, megelőzöm, kiszámítva az ő sebességét és pályáját, és úgy elélövök. Az elmélet után pedig következzen a gyakorlat, vagyis maga a koronglövészet bemutatása. Erre a feladatra magam nem vállalkoztam, azonban egy rövid képzés után Ferenc megmutatta, hogyan kezelhetem azt az irányítópanelt, amelyen keresztül a korongok kilövését irányíthatom. Így ketten bemutathattuk, hogyan kezeli a fegyvert egy gyakorlott lövész. A látványos bemutató után izgalmas élményekkel telve búcsúztunk el Ács Ferenctől, aki nagy szeretettel és óriási türelemmel volt a segítségünkre abban, hogy jobban megismerhessük a lőtér történetét, és a létesítményen keresztül azt az embert, aki egy életmunkájának az eredményeként építette fel azt a világot, amely köré mára egy igazi közösség épülhetett. Nagyon nagy élmény és igazi kaland volt itt lenni a Görbeéri lőtéren, látni a különböző fegyvereket és látni a koronglövő lőteret működés közben. Hogyha önöknek is tetszett, akkor ne felejtsenek minket lájkolni, találkozunk legközelebb, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!